Az animáció mesterei. John Halas műsora. A felnőtteknek szóló rajzfilmgyártás Európában forradalmi változáson ment keresztül a II. Világháború után. John Halast hallják. Great Britain became since the war. A világháború óta a rajzfilmgyártásban Nagy-Britannia vezető szerepet vívott ki magának. Ötletekben, tervekben gazdagok vagyunk, és magas szintű technika áll rendelkezésünkre. A folyamat úgy 35 évvel ezelőtt kezdődött az első egészestés animációs játékfilmmel, az Állatok farmjával. A filmet Joy Bachelorrel együtt készítettük. Bővebbet tőle hallhatnánk. Hosszú idő telt el azóta, amióta Johnnal megcsináltuk az Állatok farmját. Olyan régen volt, hogy már alig-alig emlékszem néhány dologra. De soha nem fogom elfelejteni azt a pillanatot, amikor felkértek erre a munkára. Hiszen olyan csodálatos téma. Orwell nekem is a kedvencem, ugyanúgy, mint Johnny. És különösen jó volt annyi évi dokumentumfilmezés után végre egy játékfilmet, s a rengeteg rövid film után egy teljes estét kitöltő műsort készíteni. Bármi, ami az egy órát meghaladta, elképzelhetetlenül hosszúnak tűnt. Több mint 3 évig tartott, amíg felvettük. De egyike volt azon kevés filmeknek, ahol minden összejött. Teljes egyetértésben dolgoztunk, és a munka végére nagyszerű társaság kovácsolódott össze. Ó, Istenem, az egész olyan volt, mint egy varázslat. Thank you.
Gyakran a színfalak mögött sokkal érdekesebb dolgok történnek, mint a reflektorfényben. Ezt mutatja be John Halas a Hoffnung meséi című sorozat egyik részében, amelyet Gerald Hoffnung rajzaiból Harold Whittaker készítette a BBC számára. George Dunning Kanadából települt Angliába az 50-es évek közepén, s Londonban dolgozott John Coates producereként. George Dunning nem mindennapi művész volt. Szerette volna mindenféleképpen az animációs filmekről kialakított képet kibővíteni, s a felnőttek számára is elfogadhatóvá tenni. A szó eredeti, Walt Disney-féle értelmében ő nem rajzfilmes. Megpróbált más területekre is elkalandozni, komolyabb témák felé kitekinteni. Úgy tudom, hogy az első híressé vált filmje, a repülő ember személyes élményére épült, és elnyerte az ANSI nagydíjat. Ennek folytatása a Dámon a kaszás. Majd mindegyik filmje személyes véleményét tükrözi. Költő volt. Költő, aki képekben fejezi ki gondolatait. George álmai közé tartozott Shakespeare viharjának feldolgozása is. A varázslatos, természet fölötti tartalom ragadta meg fantáziáját, de sajnos már nem tudta megvalósítani. Együtt szenvedék azokkal, akiket szenvedni láttam.
Ah, ederék hajó, kétségkívül nemes vakókkal, s darabokra zúzva. A jaj kiáltás szívemig hatott. Légy nyugodt, s többé ne rettegj. Mondd meg jó szívednek, hogy nem esett baj. Ó, gyásznak, se baj. Mindent érted, érted tettem én, érted szívem leányom. S aki még azt sem tudott, ki vagy, azt sem, hogy én honnan való vagyok, s hogy több vagyok, mint Prospero, egy kis viskó ura, s szegény atyád. Még nem jutott soha eszembe többet tudni. Azt hiszem, George karrierjének csúcspontja a sárga tenger alatt járó, amit 1967-68-ban készítettünk, és igazából akkor kezdődött, mikor George Martint egyik este áthívták az Abbey úti stúdióba Beatles zenét hallgatni. Olyan élmény ez, amit soha nem fogok elfelejteni. Amikor odaértünk, a négy fiú már hangolt. Beültünk a stúdió műszaki helységébe, és még bemutató előtt megnéztük a Bors őrmestert. Néma csendben néztük végig a filmet, amely nagy hatással volt ránk, és igazából ez a zene ihlette a filmet. Bob Godfrey az angol rajzfilmgyártás vidám figurája. A Henry 9-től 5-ig című film a 60-as évek végén készült, Stan Hayward írta, akivel egyébként is rengeteget dolgoztam. A forgatókönyvet vagy egy évig hordoztuk magunkkal, s még megpróbáltunk valami pénzt felhajtani a produkcióhoz, szinte salátára olvastuk. Szeretem az ötleteket magammal cipelni, mert ez gondolkodásra ösztönöz. Azt hiszem, ezekben a napokban Hayward elképzeléseit, mint egy szállító eszközként használtam, hogy sok művészi dolgot hozzak, vigyek, amelyeket igazából a saját rendszerembe próbáltam beépíteni. Szóval ez inkább egy epizódfilm tele, régi stílusú mozzanatokkal. Több fotós ötletet vittem bele, s más elképzeléseket is, amik még csak az én fantáziámban éltek. Sürgettettük a cenzort is, már amennyire ezt jónak láttuk. Volt vele egy vidám esetünk. Akkoriban John Trevelyan cenzorként dolgozott. Megnézte a filmet kétszer, s annyira tetszett neki, hogy semmit sem változtatott rajta. Megpróbálok egész nap a szexre gondolni. Amikor egy csinos nőt látok, gondolatban levetkőztetem, és elképzelem, ahogy mesztelenül kergető. Rendkívül erotikus.
Vagy ha viccesebb hangulatban vagyok, akkor képzeletben habostortával és más édességgel dobálom őt. De azt is szeretem, ha tükörképe önmagában repül, száll a világűrben. Ez igazán jó gyakorlat, szenzációs testhelyzet. Gyakran az ókori Rómába kerülök vissza képzeletem szárnyain, ahol hatalmas orgiákon veszek részt, és mindenféle nőszemélyek szórakoztatnak. Igazából én nem dohányzom, nem is iszom túl sokat. Tulajdonképpen nem fogadom el de Szádmárki életművét, mert tojásos paradicsomos szendvicsek közé rejtett összefüggéseket tartalmaz. Az Álombaba című filmem úgy jött létre, hogy volt egy ötletem, ami az első filmem lett volna, és azt akartam, hogy Jumbo legyen a címe. És olyasféle bevezetésnek szántam, mint ahogy Walt Disney megalkotta az öreg malmot a Hófehérke és a Héttörpe előtt. Nagyon szerettem ezt a filmet, mert nem csak nevettetni akar. Thank you.
Geoff Danbury egyike a legtehetségesebb művészeknek. Übű című filmje merész vállalkozás a rajzfilmek világában. Londonban a Királyi Színházban láttam először az Übűt a 60-as évek közepén. Maxwell játszotta a főszerepet, a díszletet David Hackney tervezte. Döbbenetes erővel hatott rám a darab. Ez ösztönzött a rajzfilm elkészítésére. Ekkor gondoltam, hogy ebből szenzációs mozit lehetne készíteni. A 70-es évek közepén a művészeti tanács anyagi segítségével hozzáláthattam a munkához. A kevés rajzfilm rendező nők egyike Alison Devere, Kávéház című filmje egy animációs önarckép saját stílusával, saját személyiségével. Well, Cafe Bar was a film that came about. Ezt a filmet egy igazi kávéházról mintáztam. Az eredeti a Sohóban van, a Fries utcában. Nem túl drága hely, de vidám beszélgetéssel órákat lehet itt eltölteni, főleg filmesek körében, és ez az a pont, ahol önéletrajzzá alakult a film. Azért lett ilyen, mert már rengeteg film készült a férfi-nő között dúló harcról. Én egy humorosat akartam csinálni, férfi-nő közötti barátságról, ennek lehetőségeiről. Ezért kezdődik azzal, hogy nem értik egymást, és fejeződik be azzal, hogy a legnagyobb boldogságban játszanak egy olyan közismert játékot, ami szellemes ugyan, de lehet bántó is.
Végül nézzenek meg egy részletet a Lepke Bál című filmből, amely a popzene népszerűsítésére készült, és elnyerte a Brit Filmszövetség legrangosabb díját. A magyar változat munkatársai: Andor Péter, Ádám Gyöngyi, Gyulavári Judit, Keglovics Ferenc, Réz András, Szőlősi Katalin, Zentai János. Narrátor: Antal Imre. A filmben elhangzott Shakespeare részletet Szász Károly fordította.